Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én Barot KD vagyok, és ebben a videóban meg szeretném mutatni nektek az új frissítést, hogy mi került be ebben az Euro Truck Simulator 2 nevezetű játékba. Mint láthatjátok, ez egy MAN. TGX18480-as. Euro 6-os szabvány, és nagyon szép és jól néz ki. Tegnap, ugye 6-án, vagy nem, 8-án vagy 7-én bejött ez az új frissítés. Mégpedig az, hogy mindenféle típusban elérhető ez a MAN. Ugye elsősorban itt van ez a MAN TGX Euro 6XL. Következő oldalra átlépve van ez a MAN TGX Euro 6XL. Van ez a MAN TGX Euro 6XLX, ez van meg nekem. És olyan viszont meg itt is van ez a MAN TGX Euro 6XXL, MAN TGX Euro 6XLX, és itt van nem utolsó, legutolsóban MAN TGX Euro 6XXL. Ugyanazok a nevek egy-kettőnél, csak annyiban térnek el, hogy több a tengely, az alváz nagyobb, és ez a frissítés. Na, hogy halljátok a hangját, el is indítom nektek. Ez szerintem egy nagyon jó döntés volt az SCS részéről, ha berakták ezt az Euro 6-os MAN-t, mert ugyanis régebben én bemodoltam ezt az Euro 6-os MAN-t, és nagyon megtetszett. Jó a kialakítása belül, motorikusan is eléggé jó. Azt hiszem 640 lóerő a maximum. De ezt majd mindjárt megnézzük. Ugye itt vagyok most jelenleg ennél a cégnél, szerviznél. Mondjuk ez is egy cég, ha úgy nézzük. Csak ugye szervízbe szokásos javítások, kamionbeállító. Én ezt úgy terveztem, hogy nem változtatok rajta semmit, de mégis lett rajta, hogy minimálisan változtatva. Voltak ott ilyen szürke csíkok az oldalán, ilyen díszítő elemek, azokat megcsináltam. Meg ugye itt ez a rész, ahol ki van írva ez, hogy MAN, ez nem volt rajta. Nézzük! Igen, 640 lóerő maximum. Azért a 480 lóerősöt vettem, mert itt, hogyha a kamion vizsgálatnál nézzük, akkor itt egy-két helyen oké, nagyobb, de a normál rakománynál lejjebb jön. És ez a jó, lehet, hogy kicsit magasabb, meg jobb is volna, de én úgy vagyok, hogy ez a 480 lóerő bőven elég. Itt vannak a váltók, van egy pár 12 sebességes, 6 sebességes, 12 sebességes. És ugye ez az alap váltó, ami benne van ebbe a kamionba. És nem akartam átváltani másikra, nem fölöslegesnek tartom. Ugye a belső az lehet ilyen, ilyen és ilyen. Ugye nekem ez lett beállítva tegnap, csak valamiért nem mentette el a játék. Ugye az a különbség, hogy egy kicsit úgy színesebb, olyan vagy karamellás színű lesz. Hát ilyen krém színű, inkább úgy mondom. Festésbe ugye kap ilyen szép színeket.
a man, és úgy igazság szerint végigpróbálgattam tegnap a színeket rajta, mégis melyik volna a legjobb. De úgy gondoltam, hogy mivel alapból úgy hagyom, ahogy van, meghagyom ezt a fekete színt. Módosításilag, hát van rajta. Van rajta mit csiszolni, de úgy nem rajongok érte. Itt ez az eleje, ahol vannak azok a hűtőbordák, az például nem tetszik nekem, hogy ott nincs burkolat. Na, például ezeket cseréltem ki, az ilyeneket. Tehát ahol van ez a műanyag, lökhárító például, ott átváltottam festetre. Itt ugye gyári van, festett. Itt ez a gyári, ez jobban tetszik. Itt is látjátok ott a festett, nem tetszik. Így tetszik. Ugye itt is van ez az előre ez a szélvédőkeret, az is így a festettben jó. Van egy-két dolog, amit így még át lehetne változtatni rajta, de úgy nem ugrálok érte, mert értelmetlenség lenne a számomra. Tehát itt is egy kicsit feketébb. Ugye a gyári az a szürke, ez a festett a fekete. Egyébként úgy összességében nagyon jól néz ki ez a kamion, így hogy meg lett csinálva. Ugye erről beszéltem nektek, hogy ez így volt feketén, vagy így volt. És ez úgy nem tetszett, így meg már olyan tetszősebb. Kereket, ezt nem akarom bántani. Na igen, ez hiányzott róla. Ez hiányzott róla még ez a fekete rész. Lehet rakni minden kipufogókat, világítókat is. Igazság szerint mondjuk ezt a világítósat, ezt nem is tartom olyan hülyeségnek. Mondjuk legyen ilyen Light 4-es, elől hátul, középen meg legyen Light Chrome 6. És akkor úgy már egy kicsit olyan elegante. Light Chrome 4, elől hátul, és akkor itt meg a 6-os. Szerintem jó, tökéletes így. Tehát ugye ez a kamion egész jó, ugye lehet rendszámot is rakni, ezt szépen ide is rakjuk, hogy nem barck, nem barack, bararck, jó, barack, jó, ugye azt hiszem az ott a térkép, a kormányt azt lehet változtatni, ugye annyi, hogy rárakjuk ezeket a kis bigyókat, hát azért rakok ide egy GPS-t, egy telefon sose árt. Kell nekünk egy coolbox, kell nekünk egy gép, majdnem inkább egy táska. Hát oda, igazság szerint, ugye ez a kettő volna. Belsőről még nem is néztem rá tegnap, mert úgy nem izgatott nagyon. De most így, hogy itt vagyok, mondjuk ez olyan jó. Micsoda? Az igen. Ja igen, a kalózos. Az jó. Napellenző az fönn van. Tükröket nem bántjuk. Ugye ide hátul lehetne berakni ezt a révönt. De olyan fölösleges. Nézzük, mi van még. GPS az volt. Az is volt. Igazság szerint, hogyha még egy kicsit körülnézek, az festett műanyag, zászlót is lehet főrakni. Jó. Összességében meg is vagyunk ezzel a kamionnal. Nagyon szép kamion, tehát így most egy kicsit így módosítva lett. Ez egy csak lakályosabb. Na, jó, srácok. Ennyi az a kis videó, háttérben Scania Merci. Ez a csodálatos Euró 6-os man. Én megszem köszönöm nektek a figyelmeteket, hogyha tetszett, akkor
dobjatok egy lájkot, és ha tetszett ez a videó, akkor írjatok meg kommentbe, hogy hát, hogy milyen kamerát szeretnék a költözőt látni, hogy így bemutatom. Nem azt mondom, hogy részletesen, de így hasonlóan. A Barac KD voltam, találkozunk a következő videóban, vagy esetleg lányban, de inkább videóban. Sziasztok!